Középpont. Minden hétköznap 10 órától 12 óráig itt a Hit Rádióban. Amit néhány perccel ezelőtt ígértük, Somodi Imre ebben az órában a vendégünk, akit köszöntök sok szeretettel. Én is köszöntöm Önöket is, meg a hallgatókat is. Önt ugye a Plusz Pezsgő tabletta, illetve a Centrál kávézó kapcsán ismerik sokan. Szinte azt gondolom, hogy mindenki ebben az országban. Ez talán az Ön főműve, mi legalábbis így látjuk Önt, akik azért felszínesen ismerjük nyilván a munkásságát. Számukra az egyik nagyon nagy kérdés, hogy míg mi ugye felszínesen ezt látjuk, belülről Ön, ha végignéz a pályafutásán, akkor mit tart a főművének? Hát, tehát egyrészt én önmagam is azt tapasztalom, hogy az embernek egyfajta ívet, vagy egy ilyen hullámvonalat mutat a múltja. Tehát nekem valóban azt gondolom, hogy a gazdasági életben az a döntő mű, ha lehet ilyet mondani, hogy csináltunk egy gyógyszergyárat, tőzsdére vittük, egy multinacionális amerikai vállalatnak el tudtuk adni, ő neki dolgoztunk, és ma az a gyár, amit mi annak idején részben felépítettünk, részben azóta bővítettek, az az ország egyik legjobb, legnagyobb gyógyszergyára Veresegyházon. Tehát én azt gondolom, hogy bejártam azt a gazdasági utat, amit egy üzletember bejárhat, hogyha egyébként vállalkozást, gyárat, üzletet akar csinálni, és nem csak pénzt forgat. A kultúrába, a társadalmi hozzájárulásba kétségkívül a Centrál Kávéház, de Veresegyházon például a Misszió Egészségközpont számomra egy nagyon-nagyon fontos élmény volt, hogy az egészségügyet jobbá tenni. És ha ma visszatekintek, akkor azt mondom, hogy a legnagyobb kihívás, a legnagyobb vállalkozás az a mostani családom és a gyerekeim. Tehát, hogy tudok, fogalmazunk úgy, hogy olyan stafétabotot oly módon átadni a gyerekeimnek, hogy azt mondom, hogy ennek a következő generációra nézve lesz pozitív hatása, és nem arról fognak esetleg akár felületesen, akár környezetben beszélni, hogy milyen volt a Somodi, hanem arról fognak beszélni, hogy ennek a Somodinak milyen klassz gyerekei vannak. Tehát én szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amire korábban a hangsúlyt nem fektettem. Nagyon örülök, hogy ezt mondja, mert ritkán beszélgetünk olyan személyekkel, akik nem könyvből tanulták a sikert, hanem megélték, és nagyon érdekelne az Ön véleménye, hogy mi a siker definíciója. Főleg olyan szempontból, hogy egy bibliai értékrenddel rendelkező üzletemberként, azért erről gondolom, picit másképp is gondolkodik, mint ahogy általában a mainstream gondolkodó emberek ezt szokták. Tehát a Biblia üzenete szerint a siker fokmérője nem feltétlenül a tulajdonunkban álló pénzeszközöknek a mértéke vagy nagysága. Hogy van-e valami holisztikusabb megközelítés, ami alapján Ön is azt mondja, hogy ez a siker? Tehát én is úgy látom, hogy nyilván annak a hallgatónak, aki világi megközelítésből gondolkodik, és mondjuk azt, hogy a jelenlegi világi környezetben keres sikert, annak szerintem teljesen egyértelműen, hogy ma a minél nagyobb anyagi, mondjuk azt, hogy a vagyonszerzés, a hatalom, a kapcsolati háló, tehát nagyon egyértelmű le lehet írni, hogy mit szeretnének az emberek. Az én mai megközelítésemben ez teljesen fals, tehát én azt gondolom, hogy maga a társadalom, vagy akár a globális társadalom is szerintem drámaian rossz irányba megy, mert már azt sem mondhatjuk, nem hogy a kereszténységet nem mondhatjuk, hogy a értékrendünk közepén lenne, de már azt gondolom, hogy az ember a humánum sem, hisz bármelyik ország, bármelyik politikusát meghallgatjuk, most a pandémia mentén is a kulcskérdés az, hogy a gazdasággal mit csinálunk, ugye? És a kulcskérdés minimum az kéne lenni, hogy az emberekkel mit csinálunk, ugye? Tehát ez nem lehetne vita tárgya, és amúgy pedig az jutott eszembe, hogy amikor azt mondjuk, hogy a keresztség az egy Krisztus követő életvitel, ugye most, hogy mi a siker,
akkor ugye Krisztus azt mondja, hogy kövessetek engem, ugye? Tehát arról van szó, hogy olyan emberré váljatok, amit én elétek éltem, amit felmutattam, amit el tudtok olvasni a Bibliában, és ilyen értelemben Krisztus nem azt mondta, hogy dolgozzatok, mint én, ugye? Hanem azt mondta, hogy kövessetek, és legyetek olyanok, mint én. És én szerintem a mai világban ezt nagyon jól beláthatjuk, hogy mennyire nem az ember és a, hogy mondjam, a keresztény megfogalmazású értékrendű ember a középpontban. Szerintem ez az a dráma, amit el kell dönteni. Én ebbe az irányba szeretnék menni, és ebbe az irányba szeretném a gyerekeimet terelni. Most azért segítsünk a hallgatóknak, szerintem, mert lehet, hogy sokan nem tudják, hogy ön ugye életmódváltáson ment keresztül, hogy ilyen nagyon trendin fogalmazzak, de ugye spirituális értelemben, és ön találkozott ugye Krisztussal, ugye az előző mondatai is ezt mutatják. Erről lehet egy picit önt kérdezni, hogy előbb jött el egy ilyen válság, és jött rá arra, hogy az érték az hol van, vagy fordítva, hogy erre pont Isten vezette rá, hogy nem az az érték, ahol ön eddig kereste. Én azt mondanám, tehát én egy eredetileg katolikus családból származom, de én ateista életet éltem, és én ezt tanultam, én ezt vallottam, tehát ez azért fontos, mert nem fel sem merült bennem a 2007-ig talán, tehát már 50 éves voltam, addig fel sem merült, hogy én egyházzal, kereszténységgel, vallással bármi közöm lenne. Megmondom őszintén, én a sikeres életemben azt gondoltam, hogy a vallás az valóban a gyengéknek a támasza. Tehát én tényleg ezt nem bántásként, csak azt gondoltam, hogy nyilván ki ezzel, ki azzal próbálja megtámogatni az életét. És nekem valóban az életemnek a drámái, súlyos beteg voltam, szétesett a családom, nagyon komoly üzleti veszteségeim voltak, és ezek kényszerítettek azt kell, hogy mondjam, abba az irányba, hogy újra gondoljam a életemnek a prioritásait, és így jutottam oda, hogy úgy mondjam, vallásos lettem, templomba jártam 2007-től, és 2014-ben volt az, amikor megtértem, amikor rájöttem, hogy itt nem az a kérdés, hogy járunk-e templomba, mint futballstadionba, hanem az a kérdés, hogy kit követünk, ugye? Tehát én akkor jutottam el oda, hogy azt mondom, hogy igenis az a bibliai értékrend, a Istennek a léte, Krisztusnak a megváltása, tehát amit evangéliumként szoktunk összefoglalni, azt szerintem abszolút tudja vezetni az embernek az életét, és én a korábbi életemben azt láttam, hogyha egymással cívódunk ember-emberrel és ideológia-ideológiával, abból nem igazán lehet, hogy mondjam, előre jutni. Tehát én nekem ez volt az utam. De még annyit hozzátennék, hogy nagyon sok olyan ismerősöm van, aki viszont keresztény családba született, ugye, és ilyen értelemben a világi dolgok távolabb kerültek tőle, ment el abba az életbe. Tehát magyarán kétségkívül vannak olyan keresztény emberek, akik, hogy mondjam, nem későn térnek meg, hanem tulajdonképpen az életük az a Krisztus követésben valósul meg. De szerintem ez a ritkább. Olyan magvas gondolatokat mond, ami több kérdést is ezért kiprovokál. Az egyik ilyen kérdés, hogy keresztényként etikus üzleti menedzsment és a prosperitás az hogy egyeztethető össze? Tehát másképpen fogalmazva, lehet-e mondjuk valaki úgy nagyon vagyonos, kőgazdag akár, hogy egyébként az értékrendje az Krisztus követő értékrend. Most nemrég történt egy tragikus baleset, és ezen komolyan elgondolkodtam a cseh, igen, PPF befektetési alapnak egy személyi tulajdonosa, vagy többségi tulajdonosa, aki egyébként nem tudom hány mobil hálózatnak a tulajdonosa is itt a régióban, egyszer csak 57 évesen, ha jól emlékszem, elhunyt egy síbalesetben, és hát ő a Csehország leggazdagabb és legprominensebb üzletembere volt, és ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy a vagyonnak a gyarapítása, illetve a keresztény etika az milyen összhangban áll egymással? Én
Én erre egy példát mondanék el röviden, mert én nekem is ez egy nagy dilemma volt az életemben, hogy hogy van ez. Ugye, és én találkoztam egy olyan amerikai házaspárral, akik szerintem ezt megválaszolták, mert ők mind a ketten egyetemen már hívő emberek voltak, és amikor elkezdtek keresztény módon járni, ugye, tehát hogy ismerkedni, de csak beszélgetni, akkor ők azt mondták, hogy úgy tudjuk csak összekötni az életünket, ha van közös elhívásunk, van közös jövőképünk, ugye? És ezen állítólag, vagy hát nyilván több éven keresztül folyt ez a beszélgetés, és utána úgy döntöttek, hogy egyiknek a szüleinek a vállalatát átveszik. Ez egy kis vállalat volt, azt hiszem 10 emberrel talán. És akkor, amikor elindultak, akkor megállapodtak abba, hogy mint keresztény ember, ugye azt mondták, hogy nekünk annyi kell a vállalkozásból, ami nekünk a megélhetésünkhöz kell. És egy nagyon jó hasonlatot mondott a férfi, mert ő azt mondta, hogy katona volt, és ő azt mondta, hogy a katonaságnál azt mondták, hogy a hadtápos, aki a kaját osztja, az nem eszik többet csak azért, mert ő nála van a merőkanál. Ugye? Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó gondolat arra, hogy azt mondta, hogy hát azért, mert én vezetem a céget, azért miért kell azért nekem többet hazavinnem. Ugye? Tehát, ha belegondolok, egy hihetetlenül más gondolat, igaz? Tehát, én teljesen megakadtam rajta. És azt mondta, hogy ahogy születtek a gyerekek, minden egyes gyerekkel fölemelték a fizetésüket, de amerikai viszonylatban valami nevetséges tényleg a fizetésük, miközben ővék a cég, és ma már valami százszoros, mint annak idején volt. És amikor én találkoztam velük, akkor azt mondták, hogy évente, tehát legutóbbi évben 18 millió dollár volt a profitjuk, és az volt a kezdetkor a megállapodás, hogy a profitnak a felét visszarakják, mert ugye ha profit van, az azt jelenti, hogy Isten akarja, hogy ez az üzlet menjen, a másik felét pedig szolgálatra kell adni, mert mire adná egy keresztény ember, mint szolgálatra. És azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy 9 millió dollárt abban az évben keresztény szolgálatoknak adtak, és erre is kitaláltak a munkatársaikkal, nem hívő munkatársakkal, de kitaláltak egy rendszert, hogy lehet ezeket a szolgáltatókat olyan értelemben ellenőrizni, hogy ez ne egy szétesett, elfolyt pénz legyen, hanem legyen értelme. Tehát magyarán a válasz az, hogy szerintem az egy tévedés, amikor mi a vagyonunkat a vagyon céljából növeljük. Ugye? Tehát erre nagyon jó példa van a talentumos példa a Bibliában, hogy nem ez a helyes, hanem én azzal csinálok valamit, az a emberekre hat, ugye, mert a termék is hat, és a munka is, amiben bevonom őket, és utána, ami abból jön, az visszaforgatom, és továbbadom. Én nem nagyon ismerem ezt a cseh példát, de szerintem ez, tehát nem kell nekünk tehát én nem értek egyet azzal, hogy azért, mert gazdag vagyok, és keresztény, azért nem tudom, hogy kis lakásban lakjak, régi autóm legyen, nem tudom, ezt nem kell. De én azzal se értek egyet, hogy én keresztény vagyok, és tulajdonképpen fürdök abba a személyes sikerbe, hogy minél több, minél nagyobb, minél. Tehát szerintem nem az. Én kiléptem gyakorlatilag pár évvel ezelőtt, hogy mondjam, a üzleti életből. Nekünk van egy kávézónk most Veresegyházon, de az fenntartási szempontból. Ugye, hogy az embernek legyen egy munkahelye, legyen valami jövedelme, de én azt látom, hogy a társadalomban nagyon sok hiány van, és nem ott, hogy üzletemberek még többen legyenek. Tehát én úgy érzem, már megéltem ezt a részt az életemben. De ugyanakkor meg, bocsánat, ugyanakkor meg a bibliai világnézet az nagyon is serkentőleg tud ám hatni az üzleti gondolkozásra, nem mint hogyha a Biblia egy ilyen önmagunkat megvalósító könyv lenne, de például a protestáns munkaetika, meg annak a társadalmi hasznai, azok szinte közvetlenül a Bibliából levezethető bölcsességekből jöttek létre, meg ez a társadalom. Én egyik oldalról ezt nagyon fontosnak tartom, egy nagyon fontos példa, tényleg mondjuk az Egyesült Államok alapításától kezdve, viszont azt kell látnunk, legalábbis ez az én nézetem, hogy van egy francia filozófus, Tocqueville, aki megnézte az amerikai demokráciát, és írt erről egy könyvet, hogy milyen a demokrácia Amerikában, és szerintem az egyik legfontosabb mondata a Tocqueville-nak az, hogy ő azt mondja,
hogy a demokrácia csak akkor lesz fenntartható, hogyha az embereknek a vallásos értékrendje megmarad. Tehát ő azt mondja, hogy a kettő csak együtt működik, és én szerintem a mai világban az a nagy baj, hogy az embereknek messze többségének fogalma sincs arról, hogy mi a bibliai értékrend, vagy a keresztény értékrend, mert ezt nem sajátítja. A mi kultúránkban. Így van. Ennek következtében hiányzik az az alap, amiről Tocqueville is beszél, meg amikor arról beszélünk, hogy a alapító atyák, meg a protestáns etika, egyszerűen nem is tudják az emberek többsége, hogy mi az, és azt gondolják, hogyha nem vagyok annyira, hogy mondjam, veszedelmes cápa a kapitalisták között, mint a másik, akkor én már jó vagyok, és ez nem így van. Tehát ugye, tehát akkor mondjuk azt, hogy először az embereknek el kell sajátítaniuk ezt a értékrendet, és akkor tudnak a szerint dolgozni. Én szerintem ez ma rendkívül módon hiányzik az üzleti életből. Igen, és ugye Amerika ezen a téren még azért sokkal előrébre is jár, mint Magyarország, ahol azért mögöttünk van egy 40 éves korszak, amikor kifejezetten ugye írtották ezt az ideológiát, és Amerikában meg azért ez virágzott, ugye most azért van egy furcsa fordulat, de azt gondolom, hogy ott azért sokkal inkább megvan a keresztény értékrend, a bibliai értékrend, mint nálunk. Igen, mi csinálunk most egy Külön Vélemény nevű podcastot, pont azért, mert szerintem nagyon sok olyan téma van, ami keresztény szemszögből is érdemes megvizsgálni, és én azt látom, hogy a mai világban ez lehet, hogy nem veszük sokan észre, vagy nem akarjuk, de szerintem tényleg egy döbbenetes nagy változás van. Tehát tényleg hiszem azt, hogy mi most olyan történelmi léptékű változásban élünk, amilyen nem volt az elmúlt 2000 évben, és lehet, hogy ez furcsának tartja valaki, de szerintem ez bizonyítható. És ennek a lényege szerintem az, hogy szétesik ez az értékrend. És Amerikában is, tehát nem az van sajnos, hogy azt mondjuk, hogy mi kapaszkodunk fel hozzájuk, hanem úgy tűnik, hogy nem azon a szocialista kommunista alapon, mint nálunk, de egyszerűen ott most ezen a tulajdonképpen ez a liberális gondolkodás mentén ugye esik szét a társadalom, és én azt látom, én 16-ban voltam kint a Washingtonban az amerikai ima reggelin, ugye, ami minden évben meg van tartva, és ott akikkel találkoztam üzletemberekkel, én azt láttam, ők tudomásul veszik, hogy ők más pályán játszanak, vagy mondjuk azt, hogy más szabályok szerint. Én azt mondanám, hogy ez olyan, mint egy régi angol úri futballcsapat, akik ha felrúgják véletlenül a másikat, akkor felsegítik és elnézést kérnek, és ne, ugye ez így kezdődött, ugye? És ma meg azt látjuk, hogy szólnak, hogy hát rúg már felett, ne ügyeskedj, ez teljesen normális, ugye? És ez szerintem eléggé szomorú. Nekünk az a feladatunk, hogy ahol mi üzletet csinálunk, ahol mi vállalkozunk, ott látszódjék az, hogy mások vagyunk, hogy az emberek megkérdezzék, hogy mondd már meg, hogy te hogy csinálod, mert olyan szimpatikus, az emberek szeretnek nálad dolgozni, jól néz ki, amit csináltok, mindig megválaszoljátok a problémáinkat, ugye? Tehát szerintem nem szabad azt gondolni, szerintem Isten most nem mondja azt a keresztényeknek, hogy most aztán uraljátok a világot és rakjatok rendet, tehát én ezt nem érzékelem. Ugye a pénzhez való viszony az egy fontos kérdés. Ehhez nem kell kereszténynek lenni, hogy valaki ezt belássa, de ugye itt vannak a szélsőségek, hogy nyilván ez a sikernek az egyetlen fokmérője, meg van az, hogy azt mondja valaki, hogy erre neki nincs szüksége. Nekem az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet jó szolgává tenni a pénzt, hogy az ne egy ilyen kegyetlen rabszolgatartó legyen számunkra, és tényleg azt elérni, hogy célokat szolgáljon. Hát én, ahogy az elején említettem, szerintem nagyon fontos, hogy azt döntse el az ember, hogy kit követ. Ugye, tehát mondhatjuk azt, hogy mi egy celebet követünk, mi a leggazdagabb magyart követjük, mi nem tudom, egy színészt, egy énekest, és mondhatjuk azt, hogy önmagunkat, ugye, tehát, hogy nem, én aztán magamat megcsinálom. És keresztény emberként ugye én azt mondom, hogy én egy Krisztus követő életet akarok élni, amiben nyilván középen nem a mammon van, ugye? Viszont azt is el tudom mondani, hogy nekem a 90-es években volt néhány olyan év, amikor rendkívül fontos, és azt merem mondani, hogy a középpontban igenis a pénz volt. Tehát én meg voltam győződve arról,
hogy gazdagnak kell lenni ahhoz, hogy kvázi nyugodt életet éljek. Ez egy óriási tévedés volt, de azt hittem, hogy ez így működik. Ugye, sokan ma is valószínűleg így gondolkodnak, hogy jaj, Jucikám, ne idegeskedjél, pár év kibírunk, hogy állandóan dolgozunk, rakkodunk, mint az őrült, utána majd nyugi, utána majd lesz házépítés, meg gyerek, meg utazunk, meg nem tudom. Nem nagyon ismerek ilyet, ugye? Tehát általában mindenki ebbe a mókuskerékbe bekattan, és nem tud kilépni belőle csak akkor, amíg infarktus kap, amikor elválik, amikor valami nagy dráma lesz. Vagy az egész életét leéli idézőjelben szerintem nagyon sikeres pénzemberként. Tehát szerintem ez az alapkérdés, hogy nem szabad elítélnünk, nekem 21 éves a fiam, és ő látszik, hogy teljesen oda van azért, hogy anyagi hátteret biztosítson magának, és ezen jókat vitatkozunk, de nem tudom ezt számon kérni rajta, mert én is ilyen voltam annak idején, ugye? Tehát én próbálom azt mondani, hogy ez nem minden. Próbálom azt mondani, hogy igen, de nézd meg, hogy milyen módon, milyen eszközökkel, hol. Ugye, tehát ha belegondolunk, azért ne csináljunk pornó honlapot, mert ott többet lehet keresni, igaz? Vagy én például nem lennék hajlandó dohánygyárba dolgozni, vagy abból pénzt csinálni. Tehát ugye valahol el kell dönteni, hogy mi. És én szerintem, ha azt mondjuk, hogy kell egy... Tehát az egyik dolog, hogy legyen anyagi hátterünk, igaz? Mert nem tudunk házasodni, nem lesz gyerekünk, stb. Tehát ezt nem vitathatjuk el. A másik ugye a saját példámból azt mondhatom, hogy de ne legyen báványám, ugye, tehát ne az legyen, hogy nekem több kell, mint a szomszédomnak, hogy hanyadik vagyok a toplistán, hogy én vagyok Veresegyház leggazdagabbja, vagy nem, ugye, tehát az emberek így néznek a másikra, mekkora autód van, hol laksz, stb. Ezt ismerjük, ez így van. Ez a báványosodás, hogy állandóan, hogy hol, mikor hívnak engem meg a kormány szakértőnek, stb. Ugye ezt el lehet ott inni, vagy éppen a helyi Fidesz alapi közösségbe csak csekkolok be, mert azt gondolom, hogy így tudok előre jutni. És én szerintem az a kérdés, hogyha mi tudomásul vesszük, hogy emberként akarunk boldogok lenni, akkor azt mondom, hogy kell az anyagi háttér, de a központban az van, hogy hogyan élsz. Tehát ahhoz legyen feltételed. Az jut eszembe, hogy mennyire el szoktuk mondani a újságokban is, a médiában, hogy de milyen háttere van ennek a sikeres embernek, nem? Tehát a boldog családi háttér, ugye? Én pedig azt gondolom, hogy fordítva kéne ezt valószínűleg helyesen mondanunk, hogy milyen biztonságos anyagi háttere van ennek a boldog családnak, nem? Hát valahol ez lenne a normális, és mégis mindig kiemelünk ürgéket, ugye, mint engem is annak idején, hogy hú, hát nézzétek ezt az ember. Ez igen, mint egy sportolót. És közben tök helytelen, mert a sportoló is utána majd szeretne normális életet élni, és az a kérdés, hogy sikerül. Tehát én ebbe az irányba mennék, hogy az életed, a feleséged legyen, boldog legyen a családod, a gyerekeiddel tudjál foglalkozni, éljed az életedet, én ezt tartom a legfontosabbnak. De nem ez, a, ahogy mondta, ez a két szélsőség, ugye? Tehát se az, hogy jó, akkor mi aztán egy putriba lakunk, vagy nem tudom, és szerintem butaság. Egy interjúban ön azt mondta, hogy sokkal nehezebb apának lenni, családfőnek lenni, mint milliárdosnak. Ezt hogy értette? Ha már itt a családnál vagyunk, és a háttérnél, amit most ugye előre toltunk, és nem háttérként tekintünk rá. Én annak idején azt gondoltam, hogy ez azért igaz, mert borzasztó nehéz ma fiatalokat nevelni. Tehát, és megmondom őszintén, azt gondoltam, hogy én azért kínlódok ezzel, mert hogy én ezt korábban nem nagyon tanultam meg, ugye? Tehát, hogy állandóan mással foglalkoztam. Ma már 2021-ben azt mondom, hogy ez nem ilyen egyszerű sajnos, de én szerintem döbbenetes változás megy a világba, ahogy említettem. Ennek az egyik íve véleményem szerint az, hogy valójában semmi más nem tanult meg a világ, mint pénzt csinálni. Tehát ha belegondolunk, erre tényleg millió dicsérő, értékelő szót, meg üzenetet látunk a tőzsde, hogy megy, kik a leggazdagabbak, hú, hogy csinált pénzt, ez az egyik irány. A másik irány, hogy gyakorlatilag elfelejtettük, hogy kell az életünket rendbe rakni, ugye? Tehát én azt látom, hogy még ha nem is keresztény, hanem humán szempontból is, az lett volna jó Magyarországon is a 90-es évektől, hogy az ember
hosszú társadalmat építsünk. Én azt látom, hogy nem azt építünk, hanem inkább gazdaság és pénzközpontú társadalmat építünk, és ennek következtében akár az oktatás, egészségügy, környezetvédelem, közszolgáltatások, ezek háttérbe szorulnak, és emiatt nem lehet szerintem könnyen helyre rakni akár a család kérdését, akár a gyereknevelés kérdését, mert végül is primér módon, alaphangon mindenki a munkája után fut, a munkába lév. Nézzük meg, most mindenki otthon ül, és az egész család már úgy van megszervezve, hogy hogy dolgozunk, igaz? És a gyereket hogy tudjuk átadni valamilyen rendszerre. Szerintem ez borzasztóan nehéz, és a legsúlyosabb szerintem az, hogy a gyerekeinknek a agyának, a szívének a formálását, azt elveszi az online világ. Tehát én ezt látom. Tehát amikor én azt mondom, hogy gyereknevelés, akkor be vagyok feszülve oda, hogy a gyerekeimtől, tehát tényleg arról vitatkozunk itt, hogy kikapcsoljuk az internetet, ami azt mutatja, hogy nem tudjuk megoldani a feladatot. Ez olyan, mint régen megverte az ember a gyereket, mert azt mondta, hogy nem tudok más megoldást, próbáljuk meg ezt. Miért? Ez a legnagyobb fenyíték. De ugye azért gondolja az ember a végén, hogy inkább kikapcsolja az internetet, mert egyszerűen rá vannak cuppanva, ugye? Tehát tényleg a barátnőivel, a barátaival, a filmjeivel, a zenéjével, és ezen keresztül, tehát én abban a korban nőttem fel, amikor a szocializmus volt, hát hogyha most az ember állandóan azt hallja, azt nézi, azt olvassa, amit ott mondanak, ugye ezt mondtuk, hogy az agyunkat átformálták. Kérdem én, nem zavar bennünket az, hogy ma ugyanez történik, ugye? Tehát foglalkozik valaki is azzal, hogy lehet, hogy nem tudunk tényleg most itt van a család, nem tudunk egy jó sorozatot megnézni, mert a néhány éves lányaimnak nem szívesen mutogatom, hogy állandóan ott szexelnek benne, ugye? Vagy nem szívesen mutatom egyiknek, se, hogy szétverik a másiknak a fejét. Miközben azt mondják, hogy ez egy tök jó, értelmes tartalmú sorozat. Ez nem egy horror. Na most mi van? Tehát most 10 éves korban a pornót kell nézni, és megteheti, igaz? 10 éves korban erőszakot kell nézni, és azt mondja, hát ez a normális apa, hát minden filmben van erőszak, meg szex. És szerintem ez nem normális. Isten nem így teremtett bennünket, és én ezt látom a drámának, hogy nagyon-nagyon kockáztatjuk azt, hogy a gyerekeink azok ilyen tulajdonképpen debil individuumákká válnak, tehát valahol egy ilyen programozott identitásuk alakul ki, ugye, hogy ami rájuk megy éppen ma, azt hiszik, hogy abból kell úgy kell öltözni, úgy kell gondolkodni, azt kell hallgatni, azt kell csinálni, és ehhez pénzt kell csinálni. És akkor ennek mentén ugye egy nagyon torz módon háttérbe kerül a munka, nevetséges, de gondolják meg ennek a rétegnek, hogy azért dolgozok, mert ezekre el akarom költeni, igaz? És akkor ebben benne van az alkohol, benne van a drog sok esetben. Tehát én úgy gondolom, hogy nekünk meg kell fogni a gyerekeinket, ránk bízta Isten, amúgy ha nem is Istenbe gondolok, akkor is. Hát a apámnak, nagyapámnak most tényleg, vagy én, ha nagyapa leszek, végig akarom nézni, hogy a unokáim azok nem tudom én, tudomást se vesznek rólam, mert azt mondja, mi közöm nekem a nagyapámhoz, hát én egy individuum vagyok, azt csak amit akarok, hogy legfeljebb adjak pénzt neki. Hát, tehát nem, tehát hány ilyen példát tudunk a környezetünkbe? Azt mondja, hát nagyfater, hát igen, néha ad pénzt, de amúgy kit érdekel. Na most én ezt egy drámának látom, és próbálok ezzel ellen küzdeni, hogy ne az legyen, hogy anyagilag meg tudom engedni az életemet, hogy majd nem tudom én, egy jó öregek katonába becsekkolok. Tehát nem az ember azt szeretné, hogy egy családba én vagyok az a nagyapa, akit körülvesznek a unokák, igaz? És az értékrendünk közös, és nem állandóan azon vitatkozunk, hogy politika, hogy ideológia, hogy nem tudom, hanem azt mondjuk, hogy milyen csodálatos élet, és szerintem ehhez tényleg nagyon-nagyon távol kell tartani a gyerekeinket, tehát iszonyúan. Tehát a világ az beleeszi magát az életünkbe, ez szerintem a dráma. Vicces egyébként, hogy kétszer is használta ezt a szót, hogy individuumok vagyunk, és ugye erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, önrendelkezési jogunk van, miközben talán, hát nem talán, biztos, hogy olyan nemzedék nem volt, aki ilyen szinten adta volna föl a privát szféráját, és szóval, hogy van egy akkora ellentmondás ebben a világban, hogy pont az online világ miatt van ez a nagyon nagy kettőség. Igen, Mi olvastunk és beszéltünk, és ebben a podcastban van egy
Byung Chun Han nevezetű koreai német filozófusának megjelent két könyve itthon, és az egyiknek az a címe, hogy a kiégés társadalma, másik meg pszichopolitika, és pont ezt szerintem döbbenetes módon megfogalmazza, hogy igen, valóban az emberek, mi is eladjuk az identitásunkat ennek a világgépezetnek, ugye most mondjuk az online világnak, ezeket a megacégeknek, és gyakorlatilag a legnagyobb dráma, hogy én bennem még kialakult, nekem megvan ugye az, hogy mi az értékrendem, igaz? Mert valamilyen értékrendet hoztam az online előtti világból. Tehát nekem az normális, hogy állandóan azon gondolkodom, hogy vajon helyes-e ez, vagy honnan tudnék alternatív véleményt találni, igaz? Tehát, nem, tehát nekünk még normális az, hogy legyen egy második vélemény, harmadik vélemény, saját véleményt, hogy lehet kialakítani. A mai világ ezt nem tanulja meg, ugye? Tehát ez a Han nevezető ember azt mondja, hogy a korlátokat feladtuk, ugye? Tehát azért harcoltunk, legyen szabadság, korlátokat elpucoltuk, de helyette mi jött? Hogy egy olyan kapitalizmus jött, amelyik a lehetnek a kapitalizmus, hogy mindent lehet, hogy mindig többet csináljál, mindig többet fogyasszál, mindig többet hallgassál, mindig többet, többet, többet. És nem véletlen, hogy a korlátom nincs, akkor nincs mihez viszonyítanom. Én a üzleti életben ezt átéltem, ugye, hogy erről beszéltünk, minél több pénzt csinálj, minél több hatalmat szerezél, minél több sikert mutass fel. És én szerintem, és azt látom, hogy valóban, ha ezen vagy megyek előre, vagy pedig depressziós leszek, mert eszem, ugye, mit tudok csinálni, feladom. Azt mondom, hogy ez lehetetlen, nem tudom megcsinálni. Egy csomó fiatal ezzel küzd, hogy nincs kedve neki állni az életnek. És én szerintem ezt belátni, hogy emberek, az egy hamis dolog, hogy ti önállóak vagytok, hogy identitásotok van, hanem ez tulajdonképpen egy kívülről jövő manipulált identitás, ugye, és innentől elkezdeni, mert ha ezt megértjük, akkor már fontos lesz a közösség, akkor már fontos lesz az emberi kapcsolat, mert akkor kellenek olyan emberek, akikkel összeállok, és ez lehet például a gyülekezet, vagy ez lehet egy szociális közösség bárhol, vagy egy nagy család, hogy megbeszéljük együtt, hogy gyerekek, hogy kell értelmezni ezt. Hogy eljutunk oda, hogy a gyerek oda megy a szüleihez, és megmondja, hogy apa, mondd már meg, hogy ebben hogy lehet tovább menni, mert én nem látom. És én úgy gondolom, hogy ha ezt nem tesszük meg, nem küzdünk azért, hogy azt mondjuk, hogy mi egy családi gyökeret viszünk tovább a következő generációnak, tehát nem lehetek individuum, ugye? Családban vagyok. Másik oldalról pedig egy isteni akaratot akarok, vagy szeretnék megvalósítani ezen a világon, mert nem véletlenül vagyok itt. Mert tényleg az individuumnak ez a drámája, nem? Hogy először is szembesülnie kell azzal, hogy jé, hát ma más individuum vagyok, mint egy évvel ezelőtt. Akkor miért állandóan más individuum? Most nézzék meg a transgender problémát, ugye? Tehát, hogy odáig tök jó a dolog, amíg azt mondom, hogy én nemet váltok. Na, de egyre több most azoknak a száma, akik meg vissza akarnak váltani. Na most ott már nem megy a dolog, ugye? És egyszer csak észrevesz az ember, hogy neki mentem a falnak. Mégse olyan individuum, mégse annyira uralom a természetemet, mégse annyira uralom az életemet. És én szerintem közösség is, és valamilyen értékrend ugye kell, ami ebbe elvezet bennünket. Hát ez a manipulált individuumoknak a közössége, ez azért nagyon más, mint egy normálisan működő offline közösség. És ez óvatatlanul a kiégéshez vezet. Tehát nem lehet nagyon gyorsan, és ráadásul nagyon is irányíthatóak ezek a ilyenfajta gondolkodású individuumok, ez alapján a, hát most nem akarok jelzőket mondani, hogy milyen értékrend alapján, de nem pozitív értékrend alapján, amit ugye a média is sugároz, de hát mi lehet a gyógyír? Van-e általános bölcsesség a kiégés ellen? Én azt gondolom, hogy természetesen van. Tehát én úgy fogalmaznám meg a problémát, hogy ma egy olyan világban élünk, ezt egyébként ma Harari például, aki iszonyú olvasott a világban, vagy a Jordan Peterson is megfogalmazza, hogy egy olyan világban élünk, ahol mi becsekkolunk egy rendszerbe az online-ba, és ez az online onnantól kezdve manipulál bennünket, és mi azt hiszük, hogy ez jó, mert ha cipőt akarok venni, akkor följön egy csomó cipő, ami közül választok, ugye? Csak ugye
könnyű belátni, hogy előbb-utóbb mindig olyan cipők jönnek föl, amilyeket korábban mi kutatás végén. A rendszer manipulál engem, hogy vagy olyat vesz, ugye, és akkor elvisz egy picit olyan irányba, ami éppen most raktáron van, és vegyed azt meg. Tehát nagyon hamis. Másik oldalról ez oda is elvezet, hogy tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mi az értékrendünk, igaz? Mert változik. És erre azt mondják, most több ilyen irányzat is azt mondja, hogy ez a mai kor, ez a dataizmusnak a kora, amikor már nem emberekkel foglalkozik annak ezek a világ meg a rendszerek, hanem az adatainkkal, és ezen keresztül csinálnak pénzt is, meg manipulálnak bennünket is. És mi egy pici gazdagodást ezen átélhetünk, és sok kütyüt, ugye, és azt hiszük, hogy ez jó, mint amikor az állatnak adunk valami kaját, másik oldalról ők meg ebből hatalmat szereznek meg pénzt. És én szerintem be kell látnunk, hogy korábban ez nem így volt, ugye? Tehát beszéltünk a protestáns etikáról, beszéltünk a nem tudom milyen Egyesült Államokról, elmehetünk egészen tényleg a zsidó társadalomig. Egy biztos, hogy nekünk távolságot kell tartanunk ettől a rendszertől, és valahol kell találnunk olyan közösséget, amiben kiélhetjük a szociális kapcsolatainkat. Ezt kiegészítheti a online világ, mert nagyon sok okosságot is lehet belőle szerezni, de szerintem én keresztény emberként úgy gondolom, hogy egyes számú dolog, hogy van egy teremtett világ, egy csodálatos világ, amiben próbáljam jól érezni magam, mert ezt Isten teremtette azért, hogy ebben jól érezzem magam, nem azért, hogy szétverjem, ugye? Tehát próbáljak így valahogy élni, ha lehet, és minél kevesebb kárt okozni, de nem is vagyok bigott, ugye? Tehát nem arról van szó, hogy én aztán most már hideg vízben mosom a mosó a ruháimat. És másik oldalról pedig azokkal az emberekkel tudjak együttműködni, akik az én értékrendemet követik, és ezeken keresztül próbáljak szólni a világnak. Tehát én nem azt mondom, hogy most pedig mi is bezárkózunk ilyen különböző keresztény rendekbe, vagy nem tudom hova, és akkor azt mondjuk, a világ azt csinál, amit akar. Szerintem ez fals. Nekünk az a feladatunk, hogy tudjunk úgy élni, hogy az életünk példát mutat, az embereknek ez egy vonzó, értékelhető, szerethető példa. Másik oldalról nyugodtan, szeretetteljesen fogalmazzuk meg az álláspontunkat a világ folyásával kapcsolatban, hogy például azt mondjuk, hogy szerintünk helytelen sok minden most folyik, lásd, akár a gender kérdésben, akár a demokrácia kérdésben, sok más kérdésben, és azt mondjuk, hogy mi ezt elmondjuk emberek, mert szerintünk ez fontos, hogy mérlegeljétek, de mi nekünk nincs eszközünk, és nem is a feladatunk, hogy most ezt keresztül verjük rajtatok, hanem azt reméljük, hogy vonzó lesz annyiaknak, akiket ránk bízott Isten, és azok meg követik őt majd, és ebben mi segítünk. Szerintem ez a küldetésünk. Ugye az elmúlt... Bocsánat. Szerintem ugyanazt akarjuk mondani az elmúlt egy évről, ugye? Igen. Igen. Mert hogy ugye egy más helyzet alakult ki, mert nyilván az online világ azért folyamatosan teret követelt magának, de az elmúlt egy évben viszont azt kell mondjuk, hogy bele kényszerültünk még nagyobb, vagy még fokozottabban abba a helyzetbe, hogy az online térbe kell, hogy éljük az életünket. Érdekelne bennünket, mert egyébként ezt a Marcival beszéltük, hogy erre mindenképp rákérdezünk, hogy ön hogy élte meg az elmúlt egy évet, és mit vár attól az időszaktól, attól a korszaktól, amikor megszabadulhatunk, legalábbis a pandémia miatt megszabadulhatunk az online világtól. Kérdés az, hogy meg fogunk-e szabadulni, vagy beleszoktunk már ebbe a helyzetbe. Tehát visszatekintve, tehát azt tudom mondani, hogy nekünk a családként is nagyon ellentmondásos volt a viszonyunk. Tehát volt egy olyan idő, például a kávézónkat, amit decemberben indítottunk, márciusban bezárhattuk, tehát mondjuk egy elég idegesítő dolog volt, hogy értelmetlenül csináljuk azt, amit csinálunk. Tehát mi megéltük azt, hogy lehet, hogy ennyire leáll a ország. Másik oldalról meg azt láttuk, hogy ez a járvány, ez tényleg durva. Ugye, tehát ilyen értelemben az ember elkezdi megtanulni azt, hogy otthon éljen, hogy együtt van a család, hogy munkamegosztás, nem tudom én mi. És azt kell, hogy mondjam, hogy az egész ország, ugye azt mondhatjuk, hogy múlt évet egész jól megcsinálta Magyarország, valljuk be őszintén novemberig körülbelül. Onnantól kezdve eldurvult a dolog. Tehát odáig ez egy ilyen bosszantó valami volt általában, én így fogalmaznék, hogy a gyülekezetünkben is, hogy miért nem tudunk összejönni, és akkor volt ezen, vagy nyáron már össze tudtunk tavaly jönni, igaz? De most, ami van,
ez szerintem tényleg elkeserítő. Tehát mi az elmúlt két hónapban éltük át azt, hogy az emberek kicsit, hogy mondjam, retteg attól, hogy megbetegednek a kávézóba a kollégák, és akkor mi van? Akkor az egész család nálunk is megbetegedik, ugye? Tehát akkor hogy van? Akkor bekerülök abba a kórházba, honnan nem tudom, hogy kijövök, ugye? Tehát ennyire egyértelműen szembesülni rövid távon az életnek az elmenetelével, hogy két hetente bejelentik a környezetünkbe, hogy ez halt meg, az halt meg, ez szerintem brutális. Tehát ilyen ugye a háború óta nem volt. Tehát én azt gondolom, hogy ezt így, ha leszögezzük, akkor látjuk, hogy ez a mai generációnak egy örök életű élmény. Nyilván nem jó élmény. Ez szerintem így van. Másik oldalról lehet, hogy ez nem tetszik sokaknak. Én azt gondolom, hogy az egész világ rossz irányba megy, tehát ilyen értelemben nem azt látom a megoldásnak, hogy igen, most jön az oltás, ugye, amit mondunk, és beoltjuk, és utána aztán mindenki össze-vissza kóvályog a világba, meg költi a pénzét, meg gazdagodik, meg jól érzi magát. Szerintem ez nem jön be. Tehát én szerintem a világnak akár a környezeti probléma, akár a gazdasági probléma, akár a politikai konfliktusok, tehát én nem látom, hogy tehát ha körbenézünk akár itthon, tehát én nem látom, hogy a békesség irányába mennénk, ugye, hanem nézzük meg, hogy minden kommunikáció az egyre agresszívebb, egyre sok esetben arrogánsabb, a másiknak a lebecsüléséről szól, és sajnos ilyen ez a világ. Nem bárkit ócsárolni lehet, bárkit támadni lehet, és nyilván én azt gondolom, hogy egy keresztény ebben nem vesz részt. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy ettől távol tartsuk magunkat, akár politikai, akár más területeken, és én nekem az az érzésem, hogy a következő 30 évben, tehát a következő generációnak teljes, tehát nagyon-nagyon, tehát fogalmazunk úgy, ez nagyon csúnyán hangzik, de azt gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy a következő 30 év az egy olyan nehézségekkel teli időszak lesz, mint egy háborús időszak volt. Tehát én ezt gondolom, nem úgy, hogy bombáznak bennünket, hanem úgy, hogy állandó kiszolgáltatottság, változás, bizonytalanság, ellentmondások. Tehát nem gondolhatta szerintem senki, hogy itt aztán most, mint Marci Hevesen így fogunk élni örök életre, és akkor boldogok voltak, mint meg nem haltak című mese. Az emberiség nem mese. Ugye nagy újrakezdésről beszélnek, még nem feltétlenül a magyar politikai újrakezdésre gondolok, a gazdaság újraindítása, hanem a globális gazdasági szereplők, tehát a Klaus Schwab nevéhez köthető Davoszi kör meghirdette, hogy mit kellene egészen másképp csinálni a globális szinten. Tehát elképesztő változásokra készülnek a nagyjátékosok, akik a döntéseket hozzák, és nem csak nemzeti szinten, hanem ilyen nemzetek fölötti szinten is. Azért ennek az egésznek egy óriási életüzenete van ennek a mostani válságnak, és azon túl, hogy jön a bizonytalanság 30 éve, hogy ön mondta, azért erre föl kell készülni, nem? Mivel lehet fölkészülni, akár gazdaságilag, akár emberileg erre a bizonytalan időszakra? Tehát egy emlékemmel kezdeném, hogy 1970-ben nekem megadatott, hogy édesapámnak egy horgász barátjához Ausztriába kimehettem egyedül, voltam 13 éves, ez egy hihetetlen kaland volt, alig tudtam németül. De amiért ezt mondom, hogy a fodrász volt egyébként a fickó, és megmutatta, hogy építik az új házukat a faluba, ahol lakott, és meglepődve láttam, hogy valami irdatlan pincéje van, és mert félig volt csak kész, és mondta, hogy olyan pincéje van, hogy az atomtámadás esetén is működjön. 1970-ben egy osztrák falusi fodrász ennyire félt a Szovjetuniótól és az atomháborútól, ugye? És akkor a pincébe volt kút, meg nem tudom én, elképesztő. Tehát magyarán az emberek
különböző módon tudnak reagálni arra, hogy bizonytalan a környezet, igaz? Tehát most, hogyha a mai világban mondjuk, és azt mondjuk, hogy nem a atomtámadástól félünk, hanem teljesen mindegy, hogy a föld kiszáradásától, a környezeti csapásoktól, a pénzügyi világ összeomlásától, én nem gondolnám, hogy most háborútól kéne félnünk, tehát én ezt nem gondolnám. De minden esetre vannak kihívások, és én úgy gondolom, hogy ezeket a kihívásokat majd szembesülünk vele, és hogyha valakinek van kibe hinnie, akkor az könnyebben fog szembesülni, mint akinek nincs miben hinnie. Ugye? Tehát azért ezt valljuk be őszintén, ez egy keresztény embernek egy nagy előnye szerintem. A másik oldalon pedig az van, hogy én próbálnék távolabb menni a mindennapi élettől. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki megteheti ma, hogy kertes háza legyen, valaki megteheti azt, hogy én most voltam egy kis faluban, Göncruckán, Zemplénben, vagy Abaújban, és meg kell, hogy mondjam, hogy én hazajöttem, és azt mondta, hogy rajtam múlna, én holnap csomagolnék és oda költöznék. A nyugalom, a lassúság, az emberek ismerete, a szeretet, egy református közösség fejleszti a falut, de egyszerűen hihetetlen volt, és milliók élnek ilyen körülmények között, és szerintem a mi falunkban is itt Vácegresen vissza kell térni a csirketartáshoz, a paradicsom ültetéshez, nem azért, mert hülyék vagyunk, hanem azért, mert emberként érti, tehát ez a föld azért van, hogy ebből értéket, ezt ezért kaptuk, ugye? És nem pedig, hogy bemegyünk a boltba megvenni a spanyol paradicsomot. Ez egy dráma. És én szerintem ezen az úton mindenkinek meg kell találni. Szerintem iszonyú nagy keletje lesz olyasminek, hogy oktatás, olyannak, hogy szociális támogatás, és ezért fizetni fognak, mert látjuk, hogy emberek meghűlnek, ugye? Tehát, hogyha nem tudok valakivel kapcsolatot teremteni, ha nem találok tanárt a gyerekemnek, ha nem tudok valami beszélgető partnert a nagypapának, ha nem tudok segítséget a kertembe, ha nem javítja meg valaki a gépemet, akkor tényleg csak benne leszünk ebbe a mókus kerékbe, hogy megyünk a boltba, megvesszük, két év múlva kidobjuk, mert hogy erre találták ki. Tehát ezt szerintem abba kell hagyni. Tehát nyilván nem mindenki ezt vallja, de én szerintem kicsiben legyen amennyire. Még egy gondolatom, hogyha már így beszélünk erről, hogy amikor a Farmavitet csináltunk, ezzel kezdtük, nekünk 7 országban volt leányváltunk, és Prágában volt az egyik, és Prágában a vezetőnk egy jogász hölgy volt, aki tudott magyarul, és az ő férje később egy nagyon híres, azt hiszem, bíró vagy államügyész lett. És ez az ember 1992-ben, amikor megismerkedtünk, a férj, az mindig egy kis bőröndöt tartott a lakásukba az ajtó mellett, azt mondta, ha menni kell, akkor menni kell. 92-ben, tehát én erre ránézem, és azt mondom, hogy ez nem normális, ugye? De benne volt egy olyan értékrend, hogy valami azután is van, igaz? Tehát ő nem azt hitte, hogy majd lesz valami, ugye? Tehát ez volt a én nézetem akkor, mit kell ilyennel foglalkozni? Nem. Ő azt mondta, hogy én azt tanultam az apámtól, ha valami történik, arra fel kell, hogy legyél minimális szinten készülve. És én szerintem lehet, hogy nekünk is ezt a kis bőröndöt be kell csomagolni, és amúgy pedig figyelnünk kell a világot, minél inkább legyünk önfenntartóak, szerintem ezek a fontos dolgok. Hát most pillanatnyilag mindenképpen ez a helyzet, mert csomagolnunk kell, én nagyon sajnálom, nekem adatott ez a hálátlan feladat, hogy az időt nekem kell itt felügyelni, ami sajnos lejárt, úgyhogy Somodi Imrének nagyon köszönjük ezt a beszélgetést és az értékes gondolatokat. Én is köszönjük a beszélgetést.